Sziasztok! Sziasztok! Ez itt újra a Grinket is Dűlt Yourself, és azért vagyunk itt, hogy végre csináljunk valamit. És mit is fogunk csinálni? Hát belevágunk, és akkor elkészítünk egy pikniktáskát. De nem olyan pikniktáskát, amire ti gondoltok, mert ha azt mondom, hogy pikniktáska, kávé erre gondoltok. De ez nem ilyen lesz, hanem inkább ilyen, ilyen, vagy még inkább ilyen. Szóval ez teljesen más lesz. Tehát egy full extrás, mai kor igényének megfelelő pikniktáskában gondolkodtunk. Belepróbálunk rakni mindent, ami egy mostani, mai kiránduláshoz szükségeltetik. Méreteit tekintve nem lesz kicsi, tehát az a legény, aki ezt nem bírja, az ne induljon el kirándulni. Viszont benne lesz minden, ami kellhet. Lesz benne Bluetooth-os zenelejátszó, lesz benne napelemes, szolár energiával működő töltő, USB-re természetesen. Így van. Tányér hozzávaló étkészlettel, úgyhogy nagyjából így nagyjából ez lesz kell, hogy kinézzen. Ez a tervünk. Ahhoz, hogy ezt az egészet megvalósítjuk az anyagot, már bemutattuk, hogy mi az, ami szükségeltetik, mi az, ami kell hozzá. És most el is mondjuk, hogy ebből hogyan fog elkészülni. Tehát a lényeg, hogy először levágjuk a hozzá szükséges anyagokat. Ehhez gyakorlatilag a rajzunkat veszük alapul, megnézzük, hogy milyen méreteket írtunk föl, azokat megpróbáljuk megfelelően ábrázolni a lapra, és akkor levágjuk. A leggazdaságosabban kiszabni. Egy dologra kell nagyon odafigyelni, ha szeretnénk, hogy a szálirány megfelelő módon fusson végig, úgy, ahogy ez egy gyári darabnál van, akkor erre nagyon oda kell figyelni. Jó, ez anélkül is, de igazán szép akkor lesz, ha mindig a hosszabbik irányba futnak a szálak, azt a benyomást kell, mint a tényleg fából készült volna. Ami ehhez fontos lesz, szerszámügyileg, kettő szerszámot fogunk használni. Az egyik egy rém egyszerű körfűrész, igen, tehát ez nem és egy vezető, így van, és egy vezető. Egy vezetőrúd, ami az egyenes vágáshoz szükséges. Tolni fogjuk, ezt a vezetőrúdat pedig két ilyen csipesszel fogjuk rögzíteni. Nagyon egyszerű szerszámok, és ezzel fel fogjuk vágni az anyagunkat. Tehát a lényeg, hogy ezekkel a szerszámokkal fogunk dolgozni, hozzuk a lapot, és akkor nekiállunk a vágásnak, még egy pár dolgot elmondunk, amit fontos tudni, és utána kezdünk. Jó. Szóval, itt a lapunk, szándékosan fordítva tettük föl, mivel? Színével lefele, mert a fűrészlapunk az fölfelé forog, és azon az oldalon, ahol belép az anyagba, ott nem fog hibát ejteni, de a túloldalon elképzelhető, hogy felszaggatja a laminálást, ezért mindenképpen mindig pofával lefele fordítjuk az anyagot, és úgy szabjuk. A méretród elhelyezésében. Az fontos, hogy... Megmértük előtte, hogy a fűrészlapunk milyen távolságra fut a szélétől, és ezt a távolságot mindig hozzáadjuk a vágandó méretünkhöz. Így van, úgyhogy vágunk. Elkészültek a kiszabott darabjaink. Össze van minden vágva. Elméletileg a teteje, az alja és minden össze kell, hogy álljon ebből az itt lévő alkatrészekből. Nagyon egyszerűen próbáljuk az összeszerelését, minél egyszerűbben próbáljuk kivitelezni. Mivel nem fog egy nagy súlyt hordozni, ezért úgy gondoltuk, hogy csak a sarkokat rögzítjük popszegecsekkel, a többi részét pedig egy némi melegragasztóval fogjuk lerögzíteni. Így van. Ehhez az első lépés az, hogy összeállítjuk a szerkezetet. Némi kis ragasztóval, hogy legalább lássuk, mi lesz ez. Tehát előkészítettük a dolgokat, amivel fogunk dolgozni, ez a melegragasztópisztoly. Igazából ez egy legegyszerűbb háztartási boltokban vagy dekorboltokban is kapható kis ragasztópisztoly. Ennek gyakorlatilag meg kell fogni ezt a történetet. Annyira, hogy össze kell fognia, addig a pillanatig kell, hogy összetartsa, amíg a díszléleket föl nem ragasztjuk, és a sarkát popszegecsel nem rögzítjük. A tetejét összeragasztottuk, megállt, elég jól fogja a ragasztó, úgyhogy nem lesz vele baj, azt gondolom. Viszont mikor az alját össze akartuk ragasztani, akkor szembesültük azzal, hogy bizony mi le akarjuk nyitni az elejét, tehát ezt még most jó előre ki kell vágjuk. Ez lesz az előlap. Így van. És ebbe fogjuk belevágni a lenyíló ajtócskát. Dekopír fűrésszel. Hátuljáról vágunk szintén, hogy a fűrész ne szaggassa. Rá fogjuk rajzolni a mintát, és szépen a vonal mentén végig toljuk.
Sikerült kivágni, elég szép lett. Ima kivágott darab. Jött az ajtó. Rajta a mintázat, tehát ő szép. Így van. A lényeg a dekupír vásárlásnál, vagy hogyha esetleg ilyen dekupírral szeretnétek, vagy dekupír fűrészre szeretnétek dolgozni, és ilyen munkát csinálni, akkor fontos, hogy szabályozható legyen a fordulatszám. Tehát... Nem kell, hogy gyorsan vágjon. Amelyik fűrésznek nem szabályozható a fordulatszám, az tönkreteszi a fűrészlapot. Előbb-utóbb megégeti. Onnantól kezdve kimegy az éle, és nem lehet vele vágni. És nem kell feltétlenül, hogy drága legyen, mert nem heti 7-szer dolgozunk vele, csak néha egy alkalommal, annyit viszont kibír. Egy picit az ajtót még megcsiszoljuk, mert a vágás... Belenézve látszik, hogy van benne nagyon pici kis billegése a fűrésznek. Ezt kicsiszoljuk is. Egyenes lesz minden irányból. Aztán pedig folytatjuk a ragasztást. Igen. A csiszolás elvégezhető egy közönséges kézi csiszolópapírral, fakockára föltesztük, és szépen körbehúzzuk vele, csak azért, hogy az apró egyenletlenségek eltűnjenek. Mi jelen esetben egy elektromos csiszolót fogunk használni, kicsit gyorsabban halad, meg nekünk van, akinek nincs, az kézzel is megoldható, igen. Ő lesz az, akivel dolgozni fogunk. Ez egyszerűen csak egy kis csiszolópapír is kész. A doboz összeállt, most már szerkezetileg kész van. Úgy néz ki, hogy jó lett, semmilyen probléma nincs vele, úgy áll, ahogy elképzeltük. A díszsarkokat kell, hogy elhelyezzük, ez alumíniumból lesz, ezt egy sima kézi vasfűrésszel, vagy egy flexzel vágjuk le, így van, és a satóba fogjuk befogni, hogy ne mozogjon, illetve még annyi, hogy a ragasztó csíkokat, azokat, vagy a kifolyt ragasztót, azt snitzerrel távolítottuk el, hogy, hogy ne zavarjon a szegő ráhelyezésénél. Úgyhogy most akkor kezdünk és levágjuk a megfelelő méretű szegőket. Levágtunk minden alumínium szegőt. Mivel flexel vágtuk, ezért ez egy kicsit elmosta az alumíniumot, úgyhogy muszáj volt megcsiszolnunk egy picit. Igen, egy kézi, most már megreszelnünk egy kézileszelővel. Megcsiszolt élekkel, szögbevágva. Nem kaptuk nagyon pontosra ezeket az éleket. Így van, valamennyi... Van közöttük távolság, elég csúnya a szabás, de ez pont azért, mert a sarok pont azért van, mert a sarok igen eltakarja. Föltettük az élvédőket, úgyhogy most következnek a sarokvégek. Ezeket popszegeccsel fogjuk rögzíteni, amihez kell egy fúró, néhány popszegecs, egy popszegecs húzó, ami így néz ki. Ezt az MDF lapot ne szakítsa át, ezért alátétet fogunk tenni a popszegecsek alá. Befejeztük akkor a sarkok feltételét, most felrakjuk a csatokat, ugye? Következnek a nyíló sarkok. Vagy a nyíló sarkok, hát így van. Olyan nyíló sarkunk van, amely megáll derékszögben. Tehát ahogy a fedelet kinyitottuk, az meg is tart. A sarkot úgy kezdjük el felrakni, hogy először a tetejére. Egészen biztosan itt a közep a saroknak, tehát nem kell rajta gondolkodni, abszolút ide felrakjuk. Igen, tehát a forgó részek esik középre, és így mindig van. A tetejével kezdünk. Tetejére rárakjuk, és onnantól az aljához már csak hozzá kell. Ugyanúgy popszegeccsel fogjuk rárakni, tehát ugyanúgy popszegecs húzó kell hozzá, és egy fúró. Tehát ennyi. Meg nyilván popszegecs. És ugyanúgy alátétezünk itt is. Úgy néz ki, hogy kívülről késznek nyilváníthatjuk nagyjából a dobozt, viszont elfogyott a popszegecsünk, úgyhogy nem tudtuk föltenni a zárócsatot. Ennyi híja van még, de ezt jövő hétre halasztjuk.
a belsejével együtt. Minden funkció működik, nyilvának, aminek nyílnia kell. Annyi a dolgunk, hogy a belsejét teleépítsük különböző dolgokkal. És hogy mivel? Ez a kérdés. Úgyhogy most megmutatjuk, mi lesz benne. Szereztünk néhány ilyen papírhengert. A lábam rejtettem. Stabil. Igazán stabil papírhenger. Van egy kisebb. Van egy kisebb és van egy nagyobb hengerünk. Terveink szerint a nagyobb tárolórész ilyesmi hosszúságú darabra vágva itt fog elhelyezkedni. Meg fog benne állni a boros üveg és a vizes üvegünk. A kicsi pedig vízszintesen lesz elhelyezve egymás tetején. Még nem teljesen világos. Hogyan? Abba pedig különböző kis ételtároló edénykéket. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Eszed a popszegecset? Hát nem szabad. Hát komoly. Tehát a kisebb az vízszintesen fog elhelyezkedni. Még egyelőre nem tudjuk, hogy fogjuk megállítani. Néhány terv már van rá. De még nincs teljesen kristályosodva. Nem, a lényeg, hogy a belsejét még be fogjuk vonni. Ugye? Valamilyen szövettel tervezünk bevonni, hogy szép legyen belülről, és akkor őket is bevonjuk szintén. És úgy lesznek beletéve, így van. Így van. Bele kell még helyeznünk a Bluetooth lejátszót, és bele kell helyeznünk a Solar telefontöltőt. Így van, amit már szétszettünk, de ezt következőleg megmutatjuk, hogy hogy is néz ki, és hogy is gondoltuk. Ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, lájkoljatok, és sziasztok! Sziasztok!